Üdvözlök mindenkit ez itt a Futball Kárcún. a mai videóban pedig retrózni fogunk méghozzá Euro 2016-os tuccal az év, amikor elkezdtem videózni, igazán közel állnak hozzám ezek a termékek, Lengyelországból jött ez a blister, akkor még ugye tombolt ez a műanyag cucc, most már minden papírból van, de a lényeg, hogy van benne négy bontatlan vastag csomag, Lengyelországban arany volt a design, nem tudom, jól néz ki egyébként, érdekes, egy limitált kártya is van, ott már ki is látszik egy picit, talán még azért megúszta jó állapotban. Illetve, hogy ez tényleg nem a Road 2016, hanem a rendes eb és kis blister, amiben ugye magyarok is lehetnek, úgyhogy bízok benne, hogy nyitunk valamilyen magyart, nagyon-nagyon örülnék neki. Nézzük meg! El is vágom itt a tetejét, és akkor lessük meg a pakkokat, majd a Limited Edition kártyát is. Szerintem azt egyből durrancsuk be. David Alaba. Tudti, hogy nem volt meg. Még csak hasonlót se láttam. David Alaba, osztrák limited edition kártya. Nagyon-nagyon szép. Akkor ugye még a Bayern München játékosa volt. Fantasztikus. Na ennek nagyon örülök, ha nem is magyar, de egy érdekes mindenképpen az én gyűjteményemből hiányzó játékos jött. Itt vannak a csomagok, négy darab csomag esélyeket meg tudjuk nézni. Rengeteg kártyatípus, 459 lap, 170 csomagonként van a logó, trófa, 84 official ball, nagyon-nagyon sok kártyatípus. Én a magyarokra pályázok, illetve a hiányzóimra természetesen. Nézzük is, az első egy ír, teammate lap, Brady, nagyon szép design zamali Joe Hart, Gold van egy kis csillogás rajta, majd utána olasz felállás, fantasztikus, nagyon jól néznek ki a felálláslapok, majd utána Klein, és Lukaku, tehát így néztünk ki, kettő darab különleges volt ebből a pakból, egyik se rossz egyébként. Jöjjön a következő. Durva, hogy milyen rég volt már, és milyen szép hibátlan állapotban fennmaradt ez a csomag. Stephen Ward, majd utána szidorcsuk. Uh! Skörtel, de jól néz ki. Szlovák védő, nagyon jó rock. Passion and Pride, Portugália. Majd utána egy Magens, majd Északizország, majd utána piszcsek. Ismertebb arcok, tök király. Úgyhogy innen is volt kettő különleges. Már csak két pak van, és nem volt magyar, de hát ugye rengeteg csapat jutott ki az EB-re, és mindenki kapott kártyát. Bárta, török, majd utána Laferti, ez is északír. Olasz, Éder, Game Changer, el van mattítva egy része a kártyának, ez is fantasztikus. Ez meg egészen hihetetlen. Next Generation, Denier, Carrasco, Belga, van itt egy Antoine Griezmann, Francia, és egy Desiglio, Olaszokból azért szépen jön, már nem ez az első különleges, amit nyitunk, de magyar csak nem akar összejönni. Na nézzük, az utolsó pak, ez egy orosz Berezucki, majd utána Grigore, román, egy osztrák, David Alaba, pont számokat lehet nézegetni, őrületesen durva mennyit ver a limited mindenre, illetve van egy ilyen triólap, ugye ez az album elejéről, Anglia, Spanyolország, Franciaország, egy konopjánka, és a végére Junuzovic nem jött magyar, hiába a négy csomag plusz a limited, sajnos nem jött ebből magyar, viszont én nagyon örülök a lapoknak, mert azért felfedeztem itt jó párat, ami hiányzik a 16-os albumomból, és tudom ezzel a retro csomag egy picit töltögetni. Köszönöm, hogy itt voltatok, mindenképpen iratkozzatok fel, hogyha nem tettétek volna még meg, mert ezzel nagyon sokat segítetek nekem. Legközelebb találkozunk, aztán majd idővel próbálunk még ilyen retro cuccokkal jelentkezni. Sziasztok!